A Vekerlei Kultúrházban tartották meg a második Vekerlei Nyári Szabad Egyetemet. A két főszervező Romhányi András, a Magyar Kollégium Kulturális Egyesület elnöke, és Szebenyi Marianna, a Vekerlei Társaskör Egyesület aktivistája, közösen moderálták az eseményt. A meghívottak között voltak kerületi és a főváros más régióiból érkező szakemberek, akik együtt keresték a választ arra, hogyan lehet a helyi közösség értékeit átörökíteni az utókorra. Vekerlei gyerekek jövőjéről fogunk beszélni. Megpróbálunk valami okosat kitalálni ebből a kapcsolatban. A gondolat a tavalyi nyári Szabad Egyetem végén fogant meg, amikor is a résztvevők egy záró nyilatkozatban fogalmazták meg azt az öt témát, amelyre érdemes fókuszálni Vekerletelep jövője érdekében. Az idei program mottója Goethétől származik, gyökereket és szárnyakat. Gajda Péter polgármester köszöntőjében a civil erő fontosságát hangsúlyozta. Már rég megette a fene, hogyha egy civil szervezet mindig azt nézi, vagy annak a vezető, hogy elmondhatom-e ezt, nem lesz ebből bajom, kapok-e legközelebb is támogatást? Igen, én legalábbis számomra fontos, hogy mindenki bátran mondja el, hogy mi az, amit jól csinálunk közösen, legyen az akár egy Vekerlei piacfejlesztés, vagy egy óvoda, iskola átalakítás, vagy beszéljünk akár az Zoltán utcában zajló közös munkáról, vagy bármi egyébről. A délelőtt folyamán helyi önkéntesek és meghívott vendégek beszéltek személyes motivációikról, eredményeikről, sikereikről. Ez tulajdonképpen a délutáni szekciók bevezetőjéül szolgált. Az a novum, hogy külön leválasztjuk a gyerekeket a szülőkről, és a gyerekek különböző alkotásokon, beszélgetéseken nem formális módon dolgoznak egy kicsit azzal, hogy mit jelent nekik Vekerle, mit jelent az önkéntesség, milyen jövőképük van, illetve a másik szekció az a szülőszekció, vagy felnőtt szekció, ahol kicsit körbejárjuk szakemberek segítségével, hogy mit jelent a közösség, milyen hatása van a gyerekekre, az önkéntes munkának, a közösségbe végzett tevékenységnek, illetve pszichológus segítségével megnézzük az iskolapszichológus, a kurs iskolának az iskolapszichológusa segítségével, végig gondolni azt, hogy pont ez a 10-14 év közötti, tehát kvázi a felső tagozatos korosztály min megy át, és hogy a szülőnek hogy kell részt venni ebbe, hogy kell támogatni, és hogy kell elengedni. A cél tehát a 10-14 éves korosztály bevonása a közösségi életbe, ami Vekerlén szinte azonos az önkéntességgel. A feladat nehézsége nem csak a kapcsolat megteremtésében áll, hanem abban is, hogy a fiatalok természetes igénye a tapasztalatszerzés, ami miatt gyakran kalandoznak el más helyszínekre, más országok. Vekerlének mégis vonzónak kell maradni a jövő generációja számára. Az egyetlen biztos pont az, hogy a szüleik révén, meg talán az osztálytársaik révén, ők önkéntesekké váltak. Ez az önkéntesség, ez köti őket a Vekerléhez. Ez az egyetlen biztos pont e pillanatban. És hát most azon gondolkozunk, hogy mi lehet, mit lehet még csinálni ezen kívül, mert ez kevés. Tehát ez hosszú időn keresztül nem tartja meg őket. A fiataloknak az a dolga, hogy menjenek a saját korosztályukkal, és kalandozzanak, akár nem csak a belvárosig, de akár külföldre, vagy világot lássanak, tapasztalatot gyűjtsenek, de az a jó, amikor visszatérnek, és itt kamatoztatják azokat a tapasztalatokat, és azt a szeretetet idehozzák, és azt a szaktudást, amit magukra szedtek, és hogyha már egész fiatalkor tól fogva bevonjuk őket ebbe a közösségbe, a közösségépítésbe is, akár itt a Vekerlén, ugye az önkéntes programokba, akkor ezeknek a fiataloknak, illetve még akkor csak kisgyerekeknek ez természetes lesz. A szellemi és tárgyi feltételek megteremtése volt a mostani Szabad Egyetem célja.